A stúdióban pedig vendégem Véres Gyula Tamás, tervező, grafikus művész. Beszélgetésünk apropója pedig, hogy sikerrel lezárult a negyedik alkotúra kiállítás, amelyet ugye a Miskolci Polgármesteri Hivatal aulájában tekinthettek meg, és amelynek több fővédnöke is volt, és amely ugye a fiatal tervező grafikusoknak az egyik legnagyobb megyei seregszemléje. A legnagyobb, és nem csak a tervező grafikusoknak, hanem a kép grafikusoknak is, de inkább azoknak, akik OK és oklevelet tudnak adni, tehát valóban munkavilágába kerülnek. Van sok jó rajzképzés, tehát például az Ényi Gimnázium vagy az Avasi, de ugye azok nem adnak olyan minősítést, amivel utána el lehet helyezkedni, csak a kreatív tudásukat kicsit fejlesztik, jól érzik magukat, hogy ők nem is nagyon jönnek mindig. De nagyon sokkal jönnek, akik tudnak ilyen papírt adni. Tehát a NAB is, a református gimnázium, ugye a liceum, aztán Barczy Károly, a Deák Ferenc, amiről volt korábban egy kis műsorunk már, ugye, vagy 2 éve, 3. Illetve hát most egy új belépőnk is van, mert ott tanított most átmenetileg. Pesten elértünk mindent, amit el lehetett, és akkor megint vonzott, hogy a színvá lehet pisztrángozni. Úgyhogy hazajöttem. Ez így van, ez így van. És a vidék íze, ugye, hazavonz. Jaj, nagyon jó. Tehát az a szellemiség, ahogy a Hermótúban beszéltünk erről, hiányzott Pesten. Tehát nem volt meg a kirándulás lehetőség, az illat, a tiszta levegő. A Szemere Bertalan belépett. A dekoratőr, kiállításra néző szak, illetve hát fotót is tanítok nálunk. Képesek voltak elmenni a grafika irányába olyan módon, ami a dekoratőr szakma része, tehát tűzfalfestés például. Vagy ugye járműreklám, amiben a reklámot fel kell rakni az autóbuszon, műszaki felületekhez igazodva, és utána ezt virtuálisan egy Photoshoppal is beépítve, kinyomtatva, és előadva, vetítve is. Tehát egy számukra is izgalmas feladattal találkoztak, mert ideig ilyen kis dobozokat raktak be, vagy rendeztek be, és erre ugye nem nagyon van igény, mert a tulajdonos azt mondja a főutcán is, hogy van nekem ügyeskező rokonom, és akkor az ismeri a gombos tükt, és akkor felaggatjuk. Tehát ezért már nem igazán fizetnek. Nagyon beszűkült ez. Pesten is úgy van, hogy a trendig határozzák meg, tehát egy hatalmas nagy Váci utcai cég azt mondja, hogy ő ezt Párizsból eldönt, hogy hogy lehet berendezni itt Budapesten azt a kirakatot. Tehát nincs mozgástere a kirakatrendezőnek. Nem fizetnek rossz pénzt ott sem, de unalmas. Inkább az mondja, a krétaírás, például a kaligrafikával. A vendéglátóegység fekete tábláján, amit lehet látni, azok a gyönyörű kis kaligrafik, az mind dekoratőri fejlesztés. Igen, ezen én is mindig gondolkoztam, hogy hát vagy nagyon ügyeskező a pincér, vagy pedig dekoratőri. Hát ilyen a László Józsi, vagy a Szalai Szilvi Budapesten. És a László Józsi ugye innen származó dekoratőr, de a Déri Ákoson itt nagyon is maradt, tehát ő a közüzemi tábláknak azt az közúti részét, de azt is kézzel. És még ott a régi, hogy is hívták, magyaros étterem mellett van ez a volt munkásszálló, annak volt egy pisztolylőterme. És a pincében. A pincében is zseniálisan kell még az út. Ez mennyire művészet, mennyire, hogy mondjam, ipar, és mennyire tanulható ez, és mennyire ebbe a tehetség? Az átfogó dolog, amivel én csak szoktam viccelődni a barátok között, hogy az élet a művész, mi pedig a szolgái vagyunk, de ajánlom neki, hogy becsüljön meg minket. Tehát valóban minden művészet, amihez szóval szív kell, odafigyelés, pontosság, energia, rukalmasság, tetrekészség, az percrekészséget is jelent, óriási kontroll. Minden pillanatban igen, nem, igen, nem. Tehát ez nem egy kényelmes szakma, és nem is a saját gyönyörűségünkre csináljuk. Tehát a tetszik ide, nem illik. Ott funkció van. Tehát ez választja a képzőművészetet a tervező művészektől, hogy nekünk funkciónk van. Tehát egy olyan feladat, ami a közösség számára fogható, azonnal értékelhető, átadható, előrébb jut vele valamilyen irányba, ami a közjónak jó. Tehát ez a különbség. A képzőművészetből nőtt ki a tervező művészet is, csak kilépett a termekből.
Meg a felakasztható egy példányból. Tehát ott van mindenki kezében, hogyha egy tervező grafikus mondjuk, akár egy villamos egyet megtervez. Rögtön ezrek kezébe kerül. Az az információ, amit esztétikailag ad, ahol a funkció megjelenik, tudja, hol kell lyukaszni, hol kell megfogni, rögtön a hasznára válik. Tehát nagyon-nagyon széles körbe hat. Míg a képzőművészet ugye egy picit be van zárva ezt képest. Ez mikor datálódik? Mikor kezdődött ez a művészeti ág? Toulouse, Lautrec. Amikor az első színházi plakátja. Képzőművészként a legelsőt. Aztán csinálta a Riprona is, meg sok többi. Uh-huh. Viszont akkor még nem voltak olyan nagy példánszámú nyomtatási lehetősége. Kőnyomat volt, legfeljebb a részkarc. Után színezett, most viszont a nyomdatechnika, hogy felrobbant. Bauhaus korában, körülbelül akkor kezdett igazán nagy példányszámot képes nyomni egy nyomda. Egy évszámot mondjunk ehhez, hogy betegyük? 1930-tól. A 30-as évtől. Tehát egy fiatal művészeti ág, akkor ezt mondhatjuk. Hát, nem is ág. Tehát gyakorlatilag, mint hogy a fának is a gyökerétől függ a levele, illetve az építészettel kezdődik ez, a nyomhagyással. És az az első, amikor a követ letették egymásra, ugye, amikor épült a házigó. És aztán díszítették már, amikor rajta volt a másik kő is, és volt fala, meg volt ajtaja, ablaka. Tehát ezek egymáshoz tartozóak. Mi a jelene? Munkalehetőség. Aki a középszinten jól elvégzi ezt az iskolát, és oda is figyel meg azért, nem bulizz el azt a néhány órát, meg nem késik nagyon sokat, az képes az egértolást úgy megtanulni, nem csak az egeret tolja, hanem gondolkozik előtte. Tud vázlatot készíteni. Mert ugye a ámítás technika az csak, hogy mint egy ceruza. Csak nem leszek tőle grafitos. Tehát semmi különbség nincs. Ugyanolyan eszköz, mint egy hagyományos eszköz. Annak is megvannak, hogy mire képes, meg kell tanulni. Hát itt is tudok egy csatot választani ugye a Photoshopba, csak illetve a Corelbe, csak nem kell, hozzá kezet mosni utána, igen. Maximum a billentyűzet lesz koszos a kezemtől, de nem a fordítva. Ezt értem, ez a jelen. Sokan érdeklődnek ez iránt, hiszen egyre több iskolában tanítják. Igen, és a multimédia szak az igen, a 21. századhoz tartozik. Tehát most például volt egy 20. tétel a dekoratőröknél, vizsgán 13-ban, évfolyamban, az volt a legnehezebb tétel. Az volt a tétel címe, hogy a reklám kiállításának megrendezése. És képzeld el, egy sem mertem mondani, pedig elmondtam az órán, hogy ez a hülyítés művészeinek a megjelenítése. És nem merték vállalni, pedig erről szólt. Tehát annak a kiállításnak az volt a lényege, hogy kérte még nagyobb hatást azzal, hogy mögötte nincs az ugyan, mert az emberek szeretik magukat becsapatni. Egyszerűen tudják, hogy becsapjuk őket, de ez olyan élmény, hogy elképzelem, hogy lehetne úgy is. Hát már nem terméket adunk el ma a reklámmal, igen, hanem egy életérzést. Életérzést. Illetve hát az élménnyel tudjuk most már leginkább az életérzést. Vannak olyan reklámok, például spotoknál nagyon sok, köze nincs a termékhez, de annyira szívbe markoló a történet. Rendben, nézd, hogy miről szól ez a dolog. Tehát, hogy telefont adunk el, vagy autót adunk el, vagy mosóporta, nem jön rá az ember. Hogy mi? Csak egy életérzés, látok boldog embereket, akik ugrálnak, szaladnak, gyereket ölelnek át. De most nem régen halt meg Sos István, jó ismerősöm, aki a... Hát akkor ki ugye az első száz magyar reklámfilmet lényegéből készített. Reklám főiskolát alapította, és volt egy vitánk annak idén. Meg itt tanul, mert meghívták a Kocsonya Fesztivál annak idején előadni, és azt mondta a előadása címe, hogy hazudik a reklám. Na most, előadta, hogy ekkora hamburgert kell kifesteni, 8 rétegűt, már pedig, mert akkor bemennek. És akkor mindenki elhallgatott, nem volt rövid az előadás, de senki nem nyújtotta fel a kezét a végig. Ő kedvéért mentem be, nem látta az arcomat a tömegtől, és akkor van egy kéz az hátul. És akkor, jaj, de mi? Már pedig nem kell, hogy hazudjon, mert többet be sem megyek. De hazudik a reklám egyébként? Igen. Tehát azt várják, nem annyira. Túldobnak.
Most lehet, hogy nem publikus, de megpróbálom szépen mondani. Nagyapa azt mondta, hogy kisunokám, sok olyan ember van, aki akarat, akar, mint az apja, aztán nem úgy sikerül neki. Kettő vonogatjába utána. Hát ez érdekes, mert ugyanakkor a világunk az pedig egyre inkább erre hajoz, és itt akár a mémekre gondolok, akár az interneten terjedő vírusvideókra, az mind-mind arra hajaz, hogy felkeltse a figyelmünket. Na most, ha csak ez egy becsapás, akkor mi értelme? Nem minden... Dúra majd a lufi egyszer? Nem minden nő egyforma, tehát némelyik asszony mindegyforma, mondta az apósom az első, de ez abban azért tudom igaz. Ha rászánja az időt a fiatal, hogy kidolgozza az ötletet, az csapás erejű. Tehát oda nem kell már semmiféle álhatás, bután reklámeszköz, meg súlykolás, meg ismétlés, ez egyszerűen így hat. Tehát erre szánják, ami agyba el tud dőlni. Erre szánják az időt. Nem a maga mutogatás. Na de akkor azt is hozzátehetjük, hogy az 1930-as színházi plakát óta ez egy óriási-óriási fejlődésen ment keresztül ez a szakma. Változásom, mert a fejlődés, azt szoktam mondani, az a, mint hogy lila tehén nincs, a fejlődés is az istállóban van, tehát változás. Mert hogy át kell alakulnunk mindig. Tehát, hogy a levegő is körbejár a földön, ugyanúgy alakulunk is. Változunk. Tehát a fejlődés nem érthető. Ki diktált? A kor, vagy pedig maga az reklámszakma és az ipar? A pénz. Tehát az ipari változáskor nagy mennyiséget, nagy embertöveknek kellett megismertetni azt, hogy el tudja adni. Tehát gyakorlatilag ez a technológia és a pénz együtt ment. Ugye volt a manufakturális kisházi nyomdás, és ott a rotációs, és akkor már nagy íves mennyiség. Hát mert jó volnak is kell a cégért, mondták már annak idején is. Ugye aki a cégért készítette, az egy szintén manufakturális üzembe dolgozott, az egy kézi munka volt, nem volt sokszorosítás. Igen, de kérlek szépen, a cégért az a házfalán volt. Aki nem ismert a tokajt, az a cégért se látta. Igen. Most elmegy a reklám a házhoz, és mi vegyünk utána. Igen, így kellett tennünk, de úgy, hogy beengedjen. Mert nem házolás a tervező grafika, hanem egy kis feszítés elég, ha úgy van a szervezve. Olyan színekkel, olyan értelmezhető szövegekkel, osztással. Tehát a kicsi hely is beszél, de a nagy üres ugyanúgy beszél. Nem dobom ki a kukába. Felkelti az érdeklődést. Mindegy, hogy mi az információ. Tehát az esztétika, jól szervezett kompozíció, megfelelő betű kiemel, megfelelő típusokkal, olvashatóan. Ugye nem egy ilyen zsölyen, mint a reklámújságok nagy része, hogy szólok. Az ember beleszél, hát nem is tudom, melyik az első, melyik a másik, megy a kukába. Tehát nem kell sok a megszólításhoz. Piktogramokról mit gondolsz? Azok azért szépek, mert ha vészhelyzet van, félreérthetetlenek. Tehát úgy kell tervezni, hogy exit, puff, tűz van, arra kell kimenni. Hogyha beszélek, ugye most volt a egyik barátom átott, József kint van most Kínában. Igen, láttam, közös barátunk. Ugye a WC-ről volt egy piktogram, és akkor mondom, harmadszor el fogja találni, mert magyarázták a kínaiak, hogyha erre nem, az rossz irány, ez meg rövid. És akkor óriási volt. Mi a jövő? A jövő az, hogy a Török Dezső elnök úr, illetve a polgármester úr és a Pap Ferenc úr kijelentette azt, hogy kimegyünk. Nem csak a megyében leszünk majd, hanem belülünk szeptemberben az autóba, kimegyünk Kassára, a Művészeti Szakközépiskola igazgatójával beszélünk, a Nyíregyházival beszélünk, és mivel hogy ideig nem volt az, hogy a tanárok se látták a diákjaiknak a másik iskolából a munkáit. Tehát nem volt egy olyan szervezett terület, ahol egyszerűen belelátnak az iskolák egymás munkáiba. Pedig ez van a lényeg, hogy fejleszik egymást közösen. Tehát van egy ilyen seregszabla, ahol látom, hogy hopp, azt a technikai megoldást még mi nem is alkalmaztuk, akkor itt biztos, hogy van még ennek lehetősége, vagy hasonló. Tehát, vagy azt a kompozíciós értéket. Egymástól tanulnak majd? Az a lényeg. Ez most is így volt. Tehát azzal hoztuk létre, hogy lássák egymást. Tehát így egymás mellett ellaknak, az nem buli. Tehát nem jut sehova senki. És akkor szeretnénk ezt úgy csinálni, hogy ugye a grafika fővárosa volt
annak idén. Egyébként csúfolták ezzel. Hát Feledi Gyula. De nagyon sokan. Lenkei, Feledi, Seres. Hajaj. De az nem alkalmazott volt. Nem. Ők művészek voltak. Márhogy képzőművészek, igen. Viszont annak volt hagyománya. Tehát a Kondor a Szalai hagyta itt a köveit, a rizlemezeit, vagy a nyomtató gépeit. Tehát azokra a hagyományokra tudtak épülni, de akkor a fényes szelek időszakában, ugye? Tehát az egyedit és a különlegest kellett díjazni. És akkor az szóljon a szocializmusról. Na most az alkalmazott művészet nem csak a szocializmusról szól, bármilyen feladatot meg tud valósítani, és minden feladatot ki tud úgy nyomtatni, hogy nagy tömeg számára érthető legyen. Tehát ezért tud kilépni a képzőművészet az alkalmazott művészet által az egész ország. Mert most minden világot is mondhatunk, mert tele vagyunk reklámmal. És itt az internet, ami világszerte elviszi, igen, azt, ami, igen, egy legkisebb faluba is születik. Béres Gyula Tamás tervező, grafikus művész, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, hogy beszélgethettünk erről. A beszélgetésnek értünk a végére, nem a témának.